És a Ripper Feri még itt van, koktélosan hozta nekünk a desszertet. Az desszertel kezdjél. Nem azzal kezdje, csak rajt megszagoltam. Na. Ezt nézzétek meg. Elkészült a karfiol. Igen. Igen. Mit itt adok neked villettel? Igen. Megoldottuk. És szürke marha virsli van a tetején. Mondjuk el, hogy miből készült pontosan. Karfiol. Ez karfiol. Vaj. Van benne vaj. Sajt. Kókusztejszín, sajt, só, pici bors. És igazából össze van egy kicsit sütve. Ad neki egy kis óriási ízt. Krisztiának kiesett a szemem, annyira éhes. És nagyon ilyen finom. Kis nyúlós, eszenetlen finom sajt. A Feri szenzációsan ért már ezekhez a dolgokhoz, ez nálunk ugye most már divatos az, hogy elkezdjük és kipróbáljuk az összes diétát, de mondjuk el, hogy ez nem egyfajta diéta, igen, ez egyfajta életérzés és életmód, igen. Igen, ebben pont benne van az, hogy ebben nem sok megszorítás van. Ki kell vonni egy pár dolgot, a cukrokat, a liszteket, a tejtermékeket és a babféléket, de innentől kezdve olyan szabad a gondolkodás, hogy az ember az étkezés örömét ne vegye már el magától. Én imádom a pörkölt, a lecsót, a jó, pacalt. Jó, viszont figyelj, te, aki teljesen megváltoztattad sok ember életét, én szeretném, hogyha megmutatnád azt a kézenállást itt nekünk, amit ahogyan egyébként az irodába beszoktál hozzám jönni. Jaj, Krisztián, miért kell engem ilyenre rávenni? Miért kell zavarba hozni? Nem tudok én ilyeneket csinálni. Szerintem a nézőknek nagyon tetszene. Ebben az egész életmódban az a lényeg, hogy nagyon flexibilissé válnak az izmok. Tehát egyszerűen le tudsz hajolni az ízületekkel. Ettől, amitől most eszünk éppen. Hát igen, ettől. És közben beszélgetünk közben vele. Közben beszélgetünk is. Csinál egy-két ilyen karhajlítást lefelé. És én közben megkóstolom, és tovább eszem a nagyon finom desszertünket, amit mondjál, hogy a közöbb igen, a desszert pedig szintén egy kis vaj alapra készült, kis perui kakóport rászórtam, össze van egy picit olvasztva, és utána egy tojás fehérje fel van verve, meg a tojás sárga, össze van keverve, és le van hűtve, és ami elképesztően finom, mert azt szolgálja, hogy a ketogén diétának is nagyon jó. 24 órát tudna erről beszélni. Nagyon, mert nagyon szeretem. Mondd el még azt, hogy az étkezés milyen ciklusban van, hogy ugye déltől 8-ig szoktál ételfogyasztani. Az étkezéseket úgy szűkítem le, hogy hagyok a szervezetemnek időt az emésztésre. Tehát rest and digest. Tehát 16 órán keresztül általában nem eszünk a normális szervezetben, és 8 órában az étkezési ablak belerak. Az azt jelenti, hogy délben mondjuk eszem egy jó nagyot, meg este 8-kor közötte egy-két ilyen kávé, tea, egy-két ilyen desszert, és onnantól kezdve az estét, az éjszakát, meg a reggeleket üresen hagyom. Most már ezzel a családodat is meggyőzted ezzel, mert tudom, hogy még amikor elkezdted, akkor mondtad, hogy. Igen, mert mindenki most már látja, hogy az elmúlt 5 évben, hogy megfiatalítottam a testemet, átalakult minden lassan, 50 éves vagyok, és... Elárulhatjuk azt is egy ilyen kulisszát, hogy kevesebbet edzel, mint régen? Kevesebbet edzem, és növek az ízmény. Ez is egy nagyon fontos dolog, hogy kevesebb időt kell fordítanod. Túledzés, így van. Feri, köszönjük szépen. Egészségetek, menjünk vissza.